Hogyan gondold újra a szolgáltatási időt, hogy sikeres legyél 2021-ben? Ez a mai témánk, a Covid időszak ugye új kihívások elé állította a cégeket, és szinte minden helyzetben igaz az, hogy érdemes újra gondolni a tevékenységünket, érdemes újra fogalmazni az értékeinket, megnézni azt, hogy mi alapján tesszük azt, amit teszünk, szolgáltatunk, vagy éppen kereskedünk, vagy éppen gyártunk, annak érdekében, hogy az új kihívásoknak megfelelően sikeresek tudjunk lenni 2021-ben. Ez a mai témánk tehát, és ebben két nagyszerű beszélgető partnerem lesz. Az adás első felében majd Fazekas Bálinttal fog beszélgetni, az adás második felében pedig Kali Györggyel. Mind a ketten ennek a témának a szakértői, mind a ketten foglalkoznak ezzel a témával, ugyan más-más szemszögből. Úgyhogy, ha ez a téma érdekes számotokra, tehát gondolkodtatok azon, hogy hogyan kellene újra gondolni azt, amit éppen csináltok, akkor mindenképpen tartsatok velünk a mai adásban. Lesz a mai adáshoz egy adás kérdésünk is. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre abban a témában, hogy ti újra gondoltátok-e a szolgáltatásotokat a COVID miatt, illetve a COVID által teremtett új helyzetek miatt. Hogyha újra gondoltátok, akkor dobjatok egy szívecskét, hogyha pedig még nem gondoltátok újra, de esetleg tervezitek, akkor dobjatok egy lájkot. Ebből majd meglátjuk az adás végére, hogy a szívecskék vannak többen, tehát akik újra gondolták a szolgáltatásaikat, vagy a lájkok, akik még nem gondolták újra a szolgáltatásaikat. Azért is nagyon fontos ez a téma, mert egyáltalán nem mindegy, hogy ha már arra adjuk a fejünket, hogy újra gondoljuk a szolgáltatásainkat, akkor milyen értékek mentén tesszük mindezt, mit használunk fogózkodó pontnak, mi az az előrejelzés, amiből arra tippelünk, hogy bizony ebbe az irányba kellene újra gondolni a szolgáltatásainkat. Na most már, hogy 200-szor elmondtam, hogy szolgáltatásunk, kanyarodunk is rögtön az első beszélgető partnerünk felé, aki nem más, mint a Euronix második generációs vezetője, Fazekas Bálint. Üdvözöllek, Bálint, szia! Üdvözöllek, sziasztok! Hát néhány héttel ezelőtt a Instagramon megosztottál egy nagyon érdekes prezentációt, és erre én rögtön le is csaptam. Ez egy előrejelzés volt, egy nemzetközi ilyen kutatócégnek az előrejelzése, ami azt mondja, hogy bizony a COVID az egy ilyen értékeltolódást, egy új értékrendszert hozott az üzleti világba. Mit lehet erről tudni, vagy mik ezek az értékek? Így van, tehát hogy, ugye kereskedő cégként nagyon fontos, hogy lássuk a vásárlóinak a szokását, az emberek gondolkodását, és hát ugye itt a 2020-as évet azt nem fogjuk elfelejteni, hiszen annyira megváltoztatta a vásárlási szokásokat, az embereknek az alapvető értékrendjét és gondolatmenetét, hogy ez miatt is tetszett meg ennek a VSG nevű cégnek a kimutatása, ami azt prediktálja, hogy körülbelül milyen irányba fognak 2021-ben gondolkodni az emberek a válság után. Ezeknek a pontjain végig is. Nézzük is meg, jó? Nézzük meg, hogy mit mond ez a VSG nevű cég, akik ugye egy előrejelzést próbáltak tenni a tekintetben, hogy az emberek hogyan fognak gondolkodni, hogyan fognak vásárolni, mi alapján fognak vásárlási döntéseket hozni a válság után. És azt mondja, ez a slide volt benne a prezentációban, és ugye ennek a slide-nak a felső része az mindig egy motiváció, és az alsó része az mindig egy érték. Nézzük az elsőt. Ez így van, ugye itt 2008 óta gyakorlatilag töretlen volt mind a 2008-as válság óta, mind a nemzetközi, mind a magyar viszonylatokban a gazdasági növekedés. Mindenki nagyon magabiztosnak érezte magát, minden pénzügyi és gazdasági mutató az gyakorlatilag pozitív volt a jövőt nézve, és hirtelen jött egy olyan járvány okozta válság, illetve a helyzet, amit nagyon megínogott az egész világ gyakorlatilag, és ami elsőre eltűnt, az a pénzügyi biztonságérzet. Ez így van, és hirtelen pont azért, mert mindenki azt gondolta, hogy itt annyira nagy biztonságban lesznek, és annyira jók az előrejelzések, és egy olyan dolog változtatta ezt meg, amire senki nem számított, és rengetegen elvesztették a munkájukat, ezért az egyik és legfontosabb alappillére, hogy 2021-ben fókuszálnak arra a vállalkozások, hogy úgy adjanak értéket a vásárlóknak, hogy biztosan jó terméket válaszolnak. Biztosan érezzék, hogy azt a pénzt, amit elköltenek, az segíti az ő stabilitásukat. Tehát az nem egy hétre lesz hasznos, hanem az egy hosszú távú befektetés, és az hosszú távon hozzáad ahhoz, hogy biztonságosabbak legyenek, jobban érezzék magukat. Ez jelenti azt, hogy mondjuk az eldobható, vagy az instant, vagy az olcsóbb termékek felől várhatóan a tartósabb, jobb minőségű termékek felé fognak mozdulni, még akkor is, hogyha az drágább, vagy lehet az egy növekedési stratégia, hogy a termékünknek a tartóságát növeljük, mondjuk?
Hát úgy gondolom, hogy a fenntarthatósággal az egy alapjában véve egy növekedő trend volt, hogy minél hosszabb ideig legyen jó a termék. És most még erre az is rájött, hogy az emberek nagy része home office-ból dolgozik, ezért sokkal többet foglalkoznak azzal, hogy néz ki a lakások, a házuk, az otthonok. Egyre többet foglalkoznak azzal, hogy megjavítsák akár csak hobbiból ezeket az elromlott készülékeket. Így ezáltal szerintem át fog értékelődni az, hogy ne dobjuk ki ezeket az elromlott termékeinket, ha nem javítsuk meg, illetve fókuszáljunk arra, hogy ha valamit a vásárló megvesz, akkor ne kapja azt az elveszett érzést, hogy elromlott, hanem hogy azt ténylegesen évekig tudja használni. Tehát ami nő, az első az ötből, az, hogy valószínűleg a vásárlók inkább ár-érték arányba fognak gondolkodni, mint csak ár arányba. Abszolút. Ha ezt mondjuk a ruházati piacon nézem, akkor mondjuk az olcsó ilyen fast fashion-től elmozdulhatnak a minőségi ruhák felé, vagy mondjuk az elektronikai cikkeknél a belépő terméktől egy közepes, de várhatóan tartósabb termék felé? Én úgy gondolom, hogyha az ember egyszer pénzt ad ki egy ilyen termékre, akkor az most már elvár, és ez egy minimum elvárás, hogy az árérték arányban jó legyen, ne érezze magát átverve a fogyasztó, úgymond, és ténylegesen hosszú távon az a termék az jó legyen. És igazából ez át is kanyarodnék a következő ponthoz, mert szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az egészségnek a kérdése, tehát hogy ha megnézzük, alapból rendkívül gyorsan növekedik, és stabil az elmúlt 50-60 évben az átlag életkor, ezáltal egyre több lesz az idős ember, akinek az életét szeretné meghosszabbítani különböző szolgáltatásokkal, termékekkel, valamint ugye amikor jóga meg a pilates is egy ilyen nagyon trendi sport lett mostanában, hiszen mindenki gyakorlatilag akut hátfájással találkozik a sok irodai munkától, tömegesen égnek ki az emberek, ha körülnézel, hány gluténérzékeny, hány laktózérzékeny ismerősöd van. Tehát így érezhető, hogy rengeteg olyan probléma van itt az egészségügyi oldalról, amit most a nagy tech cégek is próbálnak gyakorlatilag orvosolni, és nagyon érdekes, hogy akár olyan cégek, akik eddig vagy csak technológiával, vagy csak mondjuk egy beauty szegmensben voltak, ők már azzal foglalkoznak, hogy egy ilyen innovációval, valamilyen kütyüvel hogyan tudnak téged segíteni, kikapcsolni, hogyan tudsz tőle jobban aludni, meditálni. Tehát ebben a szegmensben egy óriási előrelépés várható, és 2021-től ez nagyon-nagyon fontos lesz itt a járványválság lejáratában, itt ennek a válságnak vége, hogy az egészséget, azt próbáltok meg a szolgáltatásaitokba és a termékeitekbe belevinni. Pénzügyi bizonytalanságra tehát a hozzáadott érték lesz a megoldás, az egészségügyi problémákra pedig az, hogyha a termékünk, szolgáltatásunk valamiféle ilyen egészségügyi, és ez lehet egyébként fizikai, de lehet mentális is, vagy lehet lelki is, erre megoldást nyújt. Mi a helyzet a magánnyal? Ez vezetői, de azért most elszigeteltenél mindenki otthon a lakásában, legalábbis este 8 után. Ez egy teljesen új helyzet egyébként. Igen, ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag mindenki a közösségi médiával kell, és a közösségi médiával fekszik, így nem mondhatnánk azt, hogy az ember el van szigetelve, hiszen tényleg ott van egy üzenetre bármelyik ismerésétől, a családtagjától. Ugyanakkor, hogyha azt nézzük, hogy pont ez miatt sokkal nehezebb azt a személyes kapcsolatot fenntartani, hiszen mindenki már ezeken keresztül kommunikál, és így, hogy most elvették gyakorlatilag nagyon sok esetben a távoktatásra az iskolai közösségeket, nagyon sok esetben a home office-szal azt a fizikai kapcsolatot, ami volt a kollégáinkkal napi szinten, ez még rá tud erősíteni erre a szorongásra, erre az egyedülléti érzésre. Na már most, hogyha eddig valaki úgy volt berendezkedve, hogy állandóan éttermekbe járt, programozni át, és most hirtelen be van szorulva a lakásába, akkor ez egy nagyon frusztráló érzés tud számukra lenni. Ezért is érezhető, hogy gyakorlatilag az otthonnak az értéke az mennyire felértékelődött ebben az elmúlt fél éves időszakban. A mai adásban tehát arról beszélgettünk, hogy mik lehetnek azok a stratégiák, amik mentén, ha újra gondoljuk a termékünket, a szolgáltatásunkat, akkor bizony 2021-ben várhatóan sikerrel fogjuk venni az üzleti évet, hiszen a COVID időszak egyértelműen azonosíthatóan definiált olyan új fájdalompontokat, vagy új kihívásokat, amikre ha sikerrel adunk választ a termékünk vagy szolgáltatásunk által, akkor ez egy nagyon jó előrelépés lehet mindannyiunk számára. Ha ez a téma érdekes számotokra, akkor dobjatok egy lájkot vagy egy szívecskét. Lájkot akkor, ha ti már újra gondoltátok a terméketeket, szolgáltatásokat, szívecskét fordítva. Szívecskét dobjatok akkor, hogyha már újra gondoltátok a terméketeket és a szolgáltatásotokat.
lájkot pedig akkor, ha még nem, de tervezitek. Kíváncsiak vagyunk nagyon, hogy ti hol álltok ebben a folyamatban, ti hol tartotok ebben, ebben az egyébként nagyon-nagyon sok kihívással teli helyzetben. Úgyhogy várjuk a véleményeteket, ha pedig van olyan cégvezető ismerősök, aki éppen most olyan helyzetben van, hogy látszik, hogy robog a szakadék fel, és újra kellene gondolni nagyon sok mindent, akkor osszátok meg ezt a videót, mert az elkövetkező 20 percben még nagyon-nagyon tanulságos információk jönnek. Bálinta, a Fazekas Bálinta, az Euronix második generációs vezetőjével beszélgetünk. Megnéztük azt, hogy néhányat megnéztük azok közül a fájdalompontok közül, amire ha sikerrel adunk választ, akkor sikeres lehet jövőre a termékünk, a szolgáltatásunk. A pénzügyi bizonytalanság, az egészségügyi kérdések és a magány volt az, ami eddig ilyen fájdalompontként azonosításra került. Nézzük, mi lehet a negyedik. A negyedik az az, hogy bizalmat tudjunk nyerni a vásárlóknál, és nyilván ez eddig is fontos volt, hiszen minden erre épült, aztán ti tudjátok itt a bizalmi körben a legjobban. De talán az látható, hogy egy krízis helyzetben az ember az mindig keresi azt, hogy ki az a biztos pont, ki az, aki ténylegesen megmutatja a kiutat az adott vészhelyzetből, és nagyon sok esetben ilyenkor az államra vagy az országra nézett ugye az ember. De itt mindegyik államnak, mindegyik országnak más volt a hozzáállása. Nem volt egy olyan best case szenárió, nem volt egy olyan tudatos előkészített dolog, amit elő lehetett volna húzni, és mindegyik ország neki állt ezzel tesztelni. Mindenki kicsit máshogy állt hozzá, és mindenki nagyon más lett ennek a végeredménye. Nagyon más lett a végeredménye rövid távon, és nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz ránk ez akár 20-30-40 éves távlatokban. És ez miatt rendkívül fontos, hogy a cégek azok fókuszáljanak arra, hogy a bizalmukat azt ne csak ne veszítsék el a vásárlóknál, hanem erősítsék meg. Tehát itt az előzőben nagyon szorosan összekapcsolva fókuszálj arra, hogy adj egy közösséget a vásárlódnak, és a közösségen keresztül építsetek bizalmat. És akkor ennek mondjuk eszköze lehet egy ügyfélszolgálat megerősítése, ami ugye most, ha megnézzük, akkor az ügyfélszolgálat klasszikusan olyan, ami a virtuális térben lehet, hogy az első számú találkozási pont egyébként a vásárlóval, lehet, hogy nem is megy be az üzletbe, hanem vásárolt a webshopon, és egyébként az ügyfélszolgálaton találkozik először veled. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az ügyfélszolgálat például meg legyen erősítve. Mi lehet még az eszköze itt a bizalom erősítésének? Hát itt gyakorlatilag még, hogyha ha tovább megyünk arra, hogy ez a négy ez szerintem a legfontosabb az összes közül, és hogyha tovább megyünk a szlájdokon, gyakorlatilag az, hogy mindenki fizikailag is fél, tehát hogyha elkapom a vírust, akkor mi fog velem történni, kerüljük azt el, hogy ez a mi termékünkből, a mi szolgáltatásunkból adódjon. Tehát itt biztosítsuk arról az előző négyről a vásárlót, hogy itt, hogyha ezt vásárolja, akkor ebben hozzáadott érték van, és ténylegesen megéri neki. Hogyha ezt a szolgáltatást, vagy ezt a termékünket veszi, akkor ez ténylegesen egészségügyileg meg fogja neki élni és segít. Promotáljuk azt, hogy ezzel egy közösségbe tud tartozni. Hogyha mindegyikünk ugyanazt a terméket használja, akkor ott már ez egy plusz téma, amiről tudunk beszélni, akár egy adott eszközt hogyan használtunk, mit sütöttünk vele, hogyan lettünk tőle egészségesebbek. Ez a három, ez azt fogja eredményezni, hogy sokkal nagyobb lesz a bizalom, és ezekre lehet utána építeni, hogy ezzel érezze a vásárló, hogy velünk biztonságban és jó úton halad. Én erre az 5 pillére építenék itt a következő évben. Pálint, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ma hozzánk, és utolsó kérdésként nektek a stratégiátokban ma melyik a leghangsúlyosabb az 5 közül? Nekünk ugye az érték hozzáadása az mindig is rendkívül fontos volt kereskedőként, így, hogy most már a saját márkával, a Dirasszal is futunk, így pedig olyan termékeket próbálunk fejleszteni, ami az egészséget és magát ezt a wellness-t segíti, akár tudom, hogy beszélünk egy slow juicerről, amivel még több vitamin tudsz bevinni a szervezetedbe, de nyilvánvalóan itt ugye az ügyfélszolgálat, az egész kiszolgálási procedúra, hogy minél könnyebben és minél egyszerűbben tudjanak vásárolni az emberek, nekünk ez a fő irány. Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk, és sikeres évzárást kívánunk nektek a elkövetkező időszakban. És akkor folytatjuk is a mai napunkat, a téma marad tehát, hogyan gondold újra a termékedet, szolgáltatásodat annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban sikeres legyél, de mielőtt a második beszélgető partneremet szólítanám, fontos, egy nagyon fontos dologról szó tegyen. Ugye talán Bálint utolsó gondolatához kapcsolódva elmondható, hogy a bizalom gála azért is maradt el, hogy biztonságban tudjátok érezni magatokat, viszont vannak, akik ma nem tudják biztonságban érezni magukat, ezek azok a gyermek,
itt a kommentben, vagy a Bizalmi Kör Facebook oldalán is szintén megosztva. És mi azt vállaltuk itt a Bizalmi Körrel, hogy minden egyes megosztás után 100 forintot a gyermekétkeztetési alapítvány számára el fogunk juttatni, annak érdekébe, hogy néhányan kevesebb éhező száj legyen idén karácsonykor. Úgyhogy, hogyha ebben a projektben részt vennétek, és adományoznátok, akkor nincs más dolgotok, mint hogy megosszátok ezeket a videókat hétről hétre. Minél több megosztás összejön, annál több gyermek ételadományát fogjuk mi állni karácsony előtt. Bízhatlak benneteket tehát erre, és akkor visszatérünk a mai témánkhoz, ami pedig nem más, mint az, hogy hogyan gondold újra a termékedet, szolgáltatásodat, hogy sikeres legyél 2021-ben. Fazekas Bálinttal beszélgettem az élőadás első felében, aki a Euronix második generációs vezetője, és akivel kísérletet tettünk arra, hogy megmutassuk nektek, hogy mi az az 5 kulcs tényező, ami biztos garanciát jelent arra, hogyha ezeket figyelembe veszed a terméket szolgáltatás újragondolásakor, akkor bizony 2021-ben előrébb fogsz tartani, mint 2020-ban. Az adás második felében egy szintén egy nagyon nagyszerű beszélgető partnerem lesz, Kali György, a Humanize projektnek a vezetője, és ővele pedig majd arról fogunk beszélgetni, hogy ő egy service design szakértő, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes a szolgáltatásodat service design szempontból újra gondolni. Úgyhogy ha ez a téma érdekes számotokra, akkor érdemes már most megosztani ezt a videót. Bocsánat, ha érdekes azok számára, akik a ti ismeretség körötökben vannak, akkor érdemes megosztani ezt a videót. Ha pedig kérdésetek van, akkor azokat kommentben várjuk, és ezeket a kommenteket az adás vége felé majd meg fogjuk válaszolni. Szólítom tehát ide az élő adásban Kali Györgyöt, aki service design szakértőként kalauzol bennünket majd a témában. Úgyhogy Gyuri, szia! Sziasztok! Köszönöm szia. A meghívást, és köszönöm, hogy be tudtam ilyen távolból is csatlakozni. Örülünk, hogy itt vagy ma velünk. Egy gyors visszajelzést szeretnék kérni, mert valaki azt jelezte, hogy elment a hang. Akik néznek bennünket, gyorsan jelezzetek nekünk, hogy van-e hangunk, vagy nincs hangunk. Mi itt azt érzékeljük, hogy van, és minden rendben van. Egy gyors kommentet kérek azoktól, akik néznek bennünket, hogy van hang, nincs hang, hallotok-e bennünket, minden rendben van-e. Mert hogy Gergő azt jelezte nekünk, hogy elment a hang. A gyermekétkeztetési résznél ment el kicsit a hangod egy gyermekét. De utána, amikor kijött a link, akkor már visszajött. Akkor már visszajött. Szuper! Köszönöm, Miki, köszönöm, Gergő, akkor tehát folytatjuk a mai témánkat. Gyuri, nem tudom, hallottad-e az adás első felét, és hogy mit gondolsz ezekről a tényezőkről, amik itt elhangoztak? Abszolút, és tök jó volt kapcsolni Bálintnak a gondolataihoz, mert hogy, sőt, még ki is egészítem picit azzal, hogy alapvetően egy érdekes szituációba keveredtünk, nyilván 2020-ban ezt mindenkinek egy ilyen felforgatta az életét ez a vírus, és hogy alapvetően azt lehet látni, hogy ez a digitalizáció, ez most, amit eddig így mi ilyen digitális transformáció szakemberek mindig mondogattuk meg, próbáltuk nyüstölni a cégeket, hogy fejlesztetek és lépjetek előre, törődjetek a digitális csatornáitokkal, stb. És hogy picit volt pont egy ilyen beszélgetésem tavaly évvégén egyik telco kommunikációs cégnek a marketingesével, hogy olyan furcsa, hogy nincs igazániból kényszert szituációk, vagy a KKV-knak, ami ellökné őket a komfortzónájukból és a digitális transformációra kényszeríteni őket, és hát ez sajnos megérkezett. És hogy ez egy nagyon érdekes szituáció, mind a tökre egyetértek, amit Bálint mondott, csak annyit tennék hozzá, hogy ez így felkészületlen érte mind a vállalkozókat, mind a felhasználókat, és a felhasználók közül nagyon sokan, ugye eddig, amikor digitális szolgáltást terveztünk, akkor alapvetően főleg azokkal lőttünk, akik aktívan használják az internetet, akik már valamelyest már egyszer-kétszer próbálkoztak online vásárlással, akik komfortosan használják a telefonjukat, de most azt lehetett látni, hogy egy hatalmas tömeg kényszerült arra, hogy az alapvető dolgait online kezdje el intézni, élelmiszerrendelés és társai, ami miatt teljesen más felhasználói élmény nyelkő, meg felhasználói szokások, felhasználói útvonalak jöttek elő, és problémák a szolgáltások használatokon. Ez jó hír egyébként, nem, Gyuri? Tehát ez olyan szempontból jó hír, hogy ez egy tulajdonképpen ez egy tömeges igényt
jelent a piacon, amit aki sikerrel szolgál ki, az mindenképpen sikeres lesz. Abszolút, és a másik oldalon pedig elképesztő, tehát a cégek is eljöttek arra, hogy be kell zárniuk a külboltjukat, és az eddig elhanyagolt, hogy mondjam, ilyen, csak megvan, hogy legyen webshopunk, legyünk cikkik, de alapvetően nem volt kigondolva, átgondolva. Tehát ez kb. Így volt kezelve nagyon sok ilyen a webshop, és a cégek rájöttek, milliárdos bevételi cégek, hogy a webshop az egyetlen kapu az ügyfélhez, és hogy rájöttek egyből, hogy ez fejleszteni kell, mert nem működik, vagy lehal, vagy nem az élményt adja, amit kéne. Sőt, ahogy mondtam, ugye teljesen más típusú emberek is érkeztek a vásárlók közé, online vásárlók közé, és nekik meg már az a egyértelmű, vagy kicsit nehézkes, de a fejlett digitális felhasználók szemléletével már könnyebben átmennek az ilyen kis bukdácsolós részeken, de akik mondjuk először használnak ilyen szolgáltást, azok nagyon nehezen tudták kezelni ezeket a felületeket, és emiatt nagyon sok cég elkezdett újra online fejlesztésekben gondolkodni, és hogy szóval ez egy fontos tapasztalat volt ebben az évben, hogy kell ezzel foglalkozni. Egyértelműen kijelenthető az, hogy az egyik kulcs, a jövő egyik kulcsa az most már tényleg ott van, hogy a digitalizációt komolyan kell venni, és tényleg el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Aki még nem kezdte el, annak hanyathomlok, aki pedig elkezdte, annak meg lépéseket kell tenni előre. Miben segítheti egyébként mondjuk egy hagyományos magyar szolgáltatónak, egy KKV szektor szereplőnek a létét, a működését, a jövő évi sikerét, a digitalizáció, amellett, vagy azon kívül, hogy azon kívül a triviális dolgon kívül, hogy így kerül kapcsolatba a jövőbe a felhasználóival, mert valószínűleg a jövőben sem fog az visszaállni, hogy az a szokás, ami eddig volt, hogy mindent személyesen akarunk intézni. Tehát megtapasztaltuk az online meetingek előnyét, megtapasztaltuk az online kapcsolódási lehetőségek előnyét, és bár a személyes az része marad az életünknek, hiszen a személyes kapcsolódás ugyanúgy nagyon fontos, de máshol lesz a szerepe. Igen. Hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy a COVID egyfajta ilyen időgép volt számunkra, hogy eltranszportált minket abba a szituációban, amikor már digitálisan működik a világ, és eddig csak így ilyen sci-fi-be, vagy legalábbis ilyen nagyon komoly motivációs beszédekben hallottunk ilyeneket, hogy milyen lesz a jövő, és megtapasztaltuk ezt, és ebből muszáj tanulniuk a cégeknek. Nyilván a digitális az egyetlen út, sőt, ezt szoktuk mondani, hogy ahogy globalizálódik a piac, így lehet látni, hogy egyre több olyan külföldi megaszereplő kerül be a magyar piacra, akik gyakorlatilag azokat a kis KKV-ket, azért KKV-ket, akik nem sikerül ezt a digitális lépcsőt megugraniuk, illetve nem sikerül olyan közösséget kilakítani a márkájuk köré, akik hűségesek és a lokális előállított terméket, szolgáltást vásárolják. Egyből egy Amazon, egy ilyen hatalmas szereplők marketing büdzsével és szolgáltás minőséggel le fogják őket nyomni, és vannak ilyen durva víziók ezzel kapcsolatosan. Mik egyébként az esélyei? Tehát azért a digitalizációban, mint eszközrendszerbe, vagy a digitalizációban, mint szemléletben belépni, ott egyre magasabb a belépési korlát, ha egy jó CRM-et akar magának az ember, ha egy jó webshopot akar, ha valami egyedi fejlesztést akar magának az ember, akkor bizony egyre magasabb a belépési korlát. Ezt nagyon sok hatékonytalan magyar kis- és középvállalkozás nem engedheti meg magának, vagy azt gondolja, hogy nem engedheti meg magának. Mi itt a helyzet, vagy ti hogy látjátok? Ez tök érdekes, amit mondasz, mert hogy én elég sok KKV-vel dolgozom, és hogy azt vettem észre, hogy ott okozott nehézséget igazán a COVID szituáció, vagy az online működés, vagy átállás, ahol a belső munkavégzés sem volt rendesen lefektetve, ahol az volt a módi, most így csúnyán fogalmazva, hogy bejött a főnök reggel, szétosztotta a feladatokat éppen esetleg, ami attól eszébe jutott ott a irodában szétdobálta, és gyakorlatilag jöttek hozzá a munkatársak, és beszámoltak a tevékenységről, de alapvetően nem volt egy tervezett, jól leosztott operatív működés. Nyilván egy ilyen nagyon adhok, nagyon személyes, nagyon egy légtérben levős típusú működés, nagyon nehéz online-ra transformálni egy-két perc alatt, és ezek alapvetően szervezési, és nem munka folyamat menedzselési irányú vagy eszköz alapú problémák. Egyébként a kérdésedre a válasz, hogy szerintem nagyon sok olyan eszköz van, ami online ingyen elérhető, aminek olyan
első verziója van, amit ki tudunk próbálni, amit meg tudunk tapasztalni, és hogy ugyancsak sok KKV-val beszélgettem most a 2020-as évi tapasztalatokról, és többen azt mondták, hogy sőt a Prauda Gergő fogalmazott itt a Mártogatósnak, így a Mártogatósnak az alapítója, biztos ismered a Gergőt, hogy ő ilyen pecabotos technikával működött, hogy dobálta be a vízbe a különböző csalikat, a pecabotján, és nézte azt, hogy melyik működik, és melyikből lehet túlélést rejtő kulcsot, vagy nem tudom, halat megtalálni, és hogy alapvetően ez azt jelenti, hogy tesztelni, kipróbálni, kis lépésekben előre haladni, megnézni, hogy mi működik, aztán, hogyha ez működik, akkor azt elmélyíteni, akkor mondjuk a te kérdésedre még jobban válaszolva, akkor mondjuk venni egy olyan szoftvert, ami már egy specifikáltabb eszköztárat ad nekünk, és jobban tudjuk használni, de mondjuk pont egy CRM-nél tök sok olyan free, ingyenes szoftver van, ami ki lehet próbálni, ki lehet építeni ezt a struktúrát, ami ki lehet próbálni az egész működési módot, amit igényel ez a CRM, és hogyha ez megvan, és ez működik nekünk, és hatékony, és elfogadta a csapat, akkor már esetleg be lehet fejleszteni, vagy ki lehet alakítani egy olyan fizetősebb megoldást, ami már esetleg a mi specifikus problémáinkra is megoldás. Mit illetve azt sem szabad elfejteni, és utolsó mondat, hogy ezek alapvetően nem csak fájdalompontok, mert nyilván minden fejlesztés egy kicsit fájdalom, mert hogy ki kell a rutinból vetköznünk, ki kell értünk a komfortzónából, viszont ezek tök sokat spórolhatnak, akár munkaerőt, meg munkaidőt tudnak spórolni, és olyan dolgokat tudjuk ezt allokálni, ami alapvetően bevétel növelő, és nem csak az adminisztratív költségeket növelő tényező. Kulcs tényező tehát, hogy az egyik kérdés, amit szeretnénk, vagy amit megválaszolunk jövőre, hogy hogyan lesz a cégünk hatékonyabb, hogyan lesz a működésünk hatékonyabb, és ennek egyik ragyogó eszköze a digitalizáció. Talán a másik kulcskérdés az az, hogy hogyan lesz a szolgáltatásunk piacképesebb, hogyan tudunk jobban elérni ügyfelekhez, hogyan tudjuk a meglevő ügyfélkörünket jobban kérni. Hát lehetnek a megoldások, Gyuri? Igen, mondtad ezt a bűvös szót, a service design-t még a felvezetőben, és én abban hiszek, hogy a design üzleti tervezés, a design szónak az angol eredetét használjuk, tehát a tervezés, és nem az arculat meg grafikai munkákra, az is nyilván az értelmezési keretben benne van, de a tervezés szót használjuk, és ha lefordítjuk magyarra a service design-t, akkor a szolgáltatás tervezéshez jutunk. Szolgáltatás tervezés pedig mindenki csinálja, hiszen mindenkinek, akinek van szolgáltása, az valahogy működik, és de alapvetően hagyományos jelleggel, vagy általában a cégek ezt úgy csinálják, hogy a főnök leül a marketingessel, vagy önmagában, és kitalálja, hogy a bizonyos szolgáltatásnak hogyan kell működnie, mi az, amit ő vizionál ebbe. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy fontos azzal foglalkozni, és úgy tervezni meg a szolgáltatásainkat, hogy az ügyfél szempontjából legyen kielégítő, és kielégítő legyen, ne csak házon belül legyen leosztva a feladat, és valahogy ez működőképessé téve, hanem ismerjük meg a fogyasztói igényeket, ismerjük meg azt, hogy mi az, ami nekik a fájdalompontjai, amire vágynak, és amilyen feladatot akarnak végeztetni azzal a céges megoldással, ami után keresnek, és amit nálunk próbálnak megtalálni. És hogyha fölmérjük ezeket a pontokat, megismerjük a fogyasztóink, ügyfeleinknek az igényeit, és akkor szépen olyan szolgáltatását tudjuk konvertálni, ami számunkra is megfelelő, és számunkra is, és ha a kettő összeér, akkor van egy zseniális pillanat, akkor tudunk egy olyan minőségű ügyfélélményt nyújtani, amivel akár, ha ebben nagyon jók vagyunk, és egyediek, versenyen tudunk nyerni a piacon. Gyuri, mi lehet a megoldása annak a képletnek, hogy jól azonosítsuk azt a valós igényt, ami az ügyfeleinknek a mostani valós igénye? Tehát, hogy azért itt a tippelős játékra nagyon kevés cégnek van pénze és ideje, és az idő megy. Tehát, hogy mik lehetnek azok a jó eszközök, amik segíthetnek számunkra abban, hogy pontosan találjuk el, hogy mi az az ügyféligény, amire ha válaszolunk, akkor 2021-et sikerrel fogjuk venni. Itt annyiban finomítanék, és talán ez nem lesz szép válasz a részemből, mert nem egyszerű a képet, és itt visszakanyarodnék a Gergőféle idézethez, a pecabotos szimbolikához, hogy ez is kicsit hasonlóképpen működik. Tehát az ugyancsak nem fog menni, hogy jön egy designer, vagy házon belüli
kiváló marketinges, és egyből tud mindent, és csak tökéletes válaszokat fog tudni adni. Az a fontos, hogy megértsük, empatizáljunk a fogyasztóink, mert azt mondom választóink, de egyébként az is lehet, aki minket állítanak fogyasztók. Kinek? Igen. És megértsük azokat a motivációkat, amik egyáltalán meglássuk, hogy milyen karakterek ők, ténylegesen kik vásárolnak, milyen personák ezek, milyen célra jönnek felénk, és akár megvizsgáljuk a teljes életútjukat, és azon belül, hogy mi a mi cégünknek a szerepe. Ezt egyébként mi designerek, vagy service designerek egy ilyen design research, vagy design kutatási módszertan azt szoktuk megcsinálni. Ebben csomó olyan téma van, amit házon belül is akár külső segítség nélkül is meg lehet oldani. Mindig azt mondjuk, hogy menj el és beszélj a fogyasztóiddal. Tökéletes, olyan szuper esetmények vannak, amikor nagyvállalati vezetők elmennek ügyfélszolgálati call centerbe és beszélgetnek az ügyféllel, vagy beülnek mondjuk a pénztárgép mellé, és megtapasztalják azt, hogy milyen a tényleges vásárlói hozzáállás és válasz, és teljesen más ilyen benyomások alapján döntést hozni utána az Excel táblákban, mint amikor csak egy élettanács, csak így a irodában ülünk, és nem éljük át a ténylegesen az ügyfélnek a gondolatai. Pár így csak olyan, amit eszembe jut, amit szoktunk használni, és egyébként amit meg lehet csinálni házon belül is. Nyilván stakeholder interjú, mély interjúk, beszélgetni azokkal az érintettekkel, akik kapcsolódnak a cégeinkhez. Alapvető, hogy online kutatásban megérkezik a versenytársak, milyen trendek vannak, hogyan működnek, ott ötleteket nézni, figyelni. Adatelemzés, ugye mindig azt mondjuk, hogy figyeljünk az adatokat, egy ilyen Hotjar nevezetű hőtérkép programot, vagy a Google Analytics segítségével meg tudjuk érteni jobban az adatok alapján az online felületeinknek a működését. Social kutatás segítségével vannak social listening cégek, akik, hogyha kicsit nagyobb a büdzsénk, akkor meg lehet kérni őket, hogy egy-egy kult szó, egy-egy témára nézzék meg, hogy miről beszélgetnek az emberek a közösségi média felületeken, és abból tanulni. Etnográf kutatás, hát most nehézkes így az online világban, de hogy el szoktunk menni és megfigyelni ezeket az embereket. Tehát tök fontos, hogy lássuk ténylegesen azt, hogy ők adott szituációban mivel foglalkoznak, hogyan közelítenek bizonyos témához. Nagyon sokszor az interjú során ez nem jön ki teljesen. Ugye van, amikor mást mondunk és mást teszünk, de ezt egy megfigyelési szituációban meg tudjuk könnyen érteni jobban. Illetve hát nyilván vannak kérdőíves módszerek, ezeket szerintem már nem kell olyan bemutatni, és ezeknek az összesítés egy olyan megértést tud adni, ami alapján el tudunk kezdeni tervezni, és ami nagyon fontos, hogy felhasználó központúan kezdünk el tervezni és megoldásokat időteni. Azt gondolom, hogy az időszakban bármilyen szempontból nézzük, akár a cég hatékonysága szempontjából, akár az ügyfélkapcsolatok szempontjából kulcskérdés lesz az, hogy képes-e egy vállalkozás újra gondolni magát, felzárkózni azokhoz az értékekhez, felzárkózni azokhoz a megváltozott értékekhez, vagy felzárkóztatni a termékhez szolgáltatását ahhoz a megváltozott értékekhez, amit az elmúlt év generált itt körülöttünk. Így tehát nagyon biztatok mindenkit arra, hogy tegye meg ezt. Tehát, hogy itt az idő, hogy újra gondoljuk magunkat. Itt a december, ez pont tökéletes lesz arra, hogy elkezdjük ezt a folyamatot. Van ezzel kapcsolatban egy napkérdése nálunk. A napkérdése úgy hangzik, hogy te már újra gondoltad-e a szolgáltatásaidat az alapján a helyzet alapján, amit a Covid hozott ide elénk. Ha újra gondoltad, akkor dobj egy lájkot, ha még nem gondoltad újra, fordítva, ha újra gondoltad, dobj egy szívecskét, ha még nem gondoltad újra, akkor dobj egy lájkot, hogy tudjuk, lássuk, hogy hogyan gondolkodtok itt a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Gyuri, neked nagyon szépen köszönjük azt, hogy itt voltál ma reggel velünk, és a tapasztalataiddal, gondolataiddal gazdagítottad a nézőknek a tudástárát, és kívánok neked sok-sok nagyon sikeresen újra gondolt szolgáltatást az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen. Köszi. Mai adásunkban ennyi fért bele, foglalkoztunk egy kicsit azzal, hogy hogyan érdemes újra gondolni a termékeket, szolgáltatásokat az elkövetkező időszakban. Az adás első felében Fazekas Bálinttal beszélgettem, a Euronics második generációs ügyvezetőivel, akivel megnéztük azt, hogy mik azok az értékek, amik mentén érdemes újra gondolnunk most magunkat. Az adás második felében pedig Kári György volt a vendégem, akivel pedig azt néztük meg, hogy a service design területén mik lehetnek az első lépéseink. Én köszönöm szépen mára a figyelmet, holnap Roli érkezik majd, csütörtökön pedig Vánki érkezik majd itt az élőben, úgyhogy én ma erre a hétre elköszönök.
a hét kérdés, vagy a nap kérdésére tudtok még válaszolni lájkkal, hogyha még nem gondoltátok újra a szolgáltatásokat a szívecskével, hogyha már újra gondoltátok a szolgáltatásokat a Covid tükrében, és nagyon biztatlak benneteket, hogy osszátok meg azt a kis videót, amit a klubtagok készítettek advent első vasárnapjára, hiszen ez a videó minden egyes megosztással 100 forintot jelent a gyermekétkeztetési alapítványnak, ahol biztosan nagyon nagy szükség van minden egyes forintra, hiszen gyermekek karácsonyi menüjét jelenti. Én már elköszönök, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, a beszélgető partnerimnek a beszélgetést. Holnap reggel Roli vár benneteket, szép napot, sziasztok!